Üdvözlök mindenkit, Ákos Mákos vagyok. A mai videómban folytatom a Mazda MX-5-ös bajnokságunk bemutatóját, amit az Assetto Corsában futottunk. A harmadik futamot Brands-esben tartottuk meg, a 18 fős mezőnyből a 13. rajthelyet sikerült megszerezni az időmérő edzésen. Az angol domborzathoz alkalmazkodva eléggé hullámvasút szerűre sikerült a verseny, rögtön a rajtnál Kocka Máté lerajtól, és az első kanyarban már következik egy kis galiba. Az élen Saca és Nyilas Laci összeakad, Laci ki is forog, Joe próbálja kikerülni, de végül beletrafál, BBC is megforog, illetve Kocka Máté is, aki megüti Laci autóját, mellettem Stupovski Péter pedig pont Laciba üti az én autómat, úgyhogy elég kaotikusra sikerült így az első kanyar, de szerencsére mindenki tovább tudott menni. Itt a harmadik kanyar után Urbán Péter lassít le, úgyhogy ez is egy plusz egy helyet jelentett nekem, illetve a kör végén a 8-as kanyarban Dohi is lelassít, így ezzel végül az első kör végére a 8. helyre jöttem föl. Lássuk akkor, milyen egy kör a belső nézetből. Itt már a 4. körben járunk egyébként, ahol is az első kanyarban az előttem haladó Stupovski Péter kicsúszik az ívről, úgyhogy ezzel könnyen el tudok menni mellette, és így följövök a 7. helyre. Nagyjából így néz ki egy kör a Brands-esi pályán. Az 5. körre Dohi utolér a kicsúszása után, és itt a 4. kanyarból kifelé jövet, jobb a kigyorsítása, úgyhogy amíg itt hátul is történnek az események, valaki összeakad, addig Dohi az egyenesben elmegy mellettem, és ezzel visszaesik a 8. helyre. A 6. körben Nyilas Laci is utolér, úgyhogy kénytelen vagyok védekezni ellene. Itt a hátsó jobb kanyarokkal tüzdelt szakaszon folyamatosan húzódom a belső ívre, nehogy elmenjem mellettem, és egyelőre ezzel sikeresen kivédem a támadásait. Kezdjük meg a 7. kört. Itt
itt az első kanyarban is próbálom a belső ívet védeni, de ezzel csak azt érem el, hogy a kigyorsításom rosszul sikerül, úgyhogy így a második kanyar felé menet már előttem jár, és így külső íven be is tudja fejezni az előzést. És ha még nem lenne elég, utána nem zárom be az ajtót Bilenszky előtt, úgyhogy a harmadik kanyarban ő is elhúz mellettem. Így visszaesek a tizedik helyre. Következett néhány kör nyugalom, amikor is a tizedik körben Lance Walsh alias Avarnes elrontja a négyes kanyar, kifelé menet megforog egy kicsit, és nem tud egyből visszajönni a pályára, köszönhetően a mögötte érkező többi versenyzőnek is, illetve hogy ne menjen nekik, így lelassulva az autója, én így lendületből simán meg tudom előzni, és ezzel följövök a 9. helyre. Ennek azonban nem sokáig örülhetek, a következő körben már úttól is ér, és a második kanyar felé betesz egy belső ívre az autógyát, és simán elmegy mellettem. A hármas kanyar kijáratán azonban egy picit lecsúszik, úgyhogy itt még próbálnék visszatámadni, de ez nem sikerül, úgyhogy maradunk a pozíciónkban. Ismét ugrunk egy kicsit egészen a 12. körig, ahol Nyilas Laci üldözi Dohit, mögöttük Bilenszky látható. A 4-es kanyar után a hosszú egyenesben picit összeakad a két autó, mind a ketten kicsúsznak, kiforognak. Így ismét én az ötös kanyarban lendületből el tudok menni először Nyilas Laci mellett, majd néhány kanyarral később Dohi is lelassít. Lehet, hogy a játék osztott ki nekik valami büntetést, vagy azért, hogy visszaadja a pozíciót. Minden esetre így én megint a 8. helyre kerülök. A 13. körben Nyilas Laci ér ismét utol, és a hosszú egyenesben hátul az 5-ös kanyar felé én behelyezkedem jobb oldalra védeni a belső ívet, de ő már, ahogy a kanyarhoz érünk, már előttem van, így külső íven megelőz. Itt a sok védekezési manővernek köszönhetően is, meg egyébként is lelassulok egy picit, úgyhogy BBC is utolér. Úgyhogy a kör vége felé már ellene kell védekeznem. Itt is beúzódok, védem a belső ívet, de ezáltal szűkebben tudok fordulni, kisodródok a külső ívre. BBC pedig alávág az én autómnak, így a második kanyarig simán végrehajtja az előzési manővert. A 4-es kanyar felé haladva azonban előttünk Nyilas Lacinak megforog az autója, úgyhogy így ez megint egy helycserét jelent. Természetesen Dohi is utol ér a kiforgása után, úgyhogy így a 5-ös, 6-os, 7-es kanyarokban ezúttal ellene kell védekeznem. Itt szintén igyekszem levédeni a belső íveket.
és itt a kör végéig ez a védekezés egyelőre sikeresnek is bizonyul. Utolsó kanyarban megint belső évre húzódok, de ettől a kijáraton kisodródok a külső évre, így Dohi alám tud vágni, és a célegyenesben el is megy, úgyhogy ezzel visszaesek a tizedik helyre. Hát szívesen mondanám, hogy nem történt már semmi a verseny végéig, de itt az utolsó kanyart láthatjátok a befutó előtt, ahogy Nyilas Laci ér utol. Utolsó kanyarban picit meglöki az autóm hátulját, ezzel én kiforgok. Veszítek két pozíciót, úgyhogy végül a 12. helyen sikerült befejezni ezt a futamot. Következett a negyedik futam, ami a horvátországi Grobnik versenypályán zajlott le. Itt már egy kicsit népesebb volt a mezőny. 20-an indultunk el, a 17. rajthelyet sikerült ő megszerezni, és itt a rajt előtt rögtön ketten kis vágódtak a boxba, valamilyen oknál fogva. Az első kanyar itt sem telt el eseménytelenül, Urbán Péter előttem meglöki Jobbárt, így többen ott kiforognak, az én autómat pedig Umhauser Márk laggoló autója találja el. Összességében megőriztem a 17. pozíciót, és így folytattam a versenyt. A kör végére Varga Ádámot érem utol, aki a 13. kanyarban lesodródik az ívről, így egy helyjel előrébb kerülök. Ugrunk egy picit a második kör elején, Tibi autójába ülünk, előtte Dohi és Kökényesi Péter halad. Péter autója picit megúszik a kerékvetőn, ezzel belecsúszik Dohi kocsijába, így mindhárman kiforognak. Így lendületből könnyedén elmegyek mellettük, és feljövök ezzel a 13. helyre. Azonban Tibi hamar fölveszi a tempót, és az egész körön végig szorongat, szorosan halad mögöttem. Próbál fogást találni, de ez itt egy picit nehéz ezen a szakaszon. Folyamatos, tempós kanyar kombinációk vannak, ahol igen nehéz befűzni az egyik autót a másik mellé. Talán itt az egyetlen lehetőség, itt a hosszabb egyenes végén, a 13-as kanyarnál be is helyezkedik belső ívre, azonban picit lesodródik, így még sikerül alávágnom, úgyhogy így nem sikerül a manővert végrehajtania. Azonban erre nem kellett sokat várni, a 3. körben ismét belső íven beteszi az autóját, és itt már nem tudom megcsinálni a visszavágási manővert, úgyhogy így veszítek egy helyet. Ugrunk is az 5. körre. Megnézzük, hogy belülről hogy néz ki egy kör ezen a pályán. Rögtön a kör elején a rajtnál a boxba került Malúd ér utol, és itt az első
kanyarokban meg is előz. Ennyi volt egy kör a Grobniki pályán. Ezek után magányosan körözgettem a mezőny végén. Egészen itt a 12. körig, amikor is a 4-es kanyarból kifelé menet. Sajnos megforgatom az autót. És meglátogatom a pálya szélét, meg egy helyen visszaesek. Bár ez már sokat nem számított. És egy körrel később, ezúttal a 3-as kanyarból kifelé menet, forgatom meg a gépet. Ez még egy hely visszaesést jelentett. Úgyhogy ez kevésbé volt sikeres ez a verseny, amit végül is így a 17. helyen fejeztem be. Remélem tetszett a videóm, hamarosan érkezek a bajnokság utolsó két futamával. Addig is, sziasztok!